Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, és én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Az elmúlt hetek egyik legfontosabb témája az energia árak száguldása, hektikus mozgása volt. Nagyon sok portál szólt erről a témáról. Számtalan helyen volt hír, hogy a szén, az olaj, a földgáz és többek között az áram ára is elég magas mércéket ütögetett az eddig jól megszokottakhoz képest. Mi ennek a háttere, hogyan néz ki ez Európában és Magyarországon, mi várható az elkövetkezendő időszakban? Nagyon komoly kihívás, és látszik az, hogy keresik a megoldást az egyes országok, sőt a nemzetközi szervezetek, akár az EU is, hiszen elkezdtek gyorsan emelkedni az energiaárak. Ha visszaemlékezünk, 2009-10-11 környékén is volt egy hasonló időszak, de akkor azért ennyire nem emelkedtek, ilyen magas szinten nem emelkedtek az árak, és hát ez nyilván több tényezőre vezethető vissza, a világgazdaság az egy felívelő pályán van, közben nőtt a föld népessége, összességében nőtt a föld gazdasága is, és szerintem az energia termelők szeretnének minél nagyobb haszonra szert tenni, ez is belejátszik ebbe a történetbe. És aztán emellett vannak még olyan dolgok, amik például nagy energiafogyasztó Németország atomerőműveit lebontja, zöld energiára akarnak átállni, hát ez nem mindig annyira stabil, gondolunk bele, hogy a szélenergia az egészen kis mennyiségű áramot termel, hogyha mondjuk nincsen szél, a vízi erőművek, hogyha üresek a tározótalak, mert asszályos időszak van, akkor szintén nem tudnak kellő mennyiséget termelni, a biomassa égetés az egy korlátos mennyiség, hiszen nem lehet minden falevelet, meg minden gajat elégetni, tehát ez az átállása úgymond zöld energiahordozókra is közrejátszott abban, hogy gyorsult itt az energiaáremelkedés, és ez befolyásolja az élet minden területét. Az egyéni családi költségvetéseket épp úgy, mint a vállalkozásoknak a kiadásait, a mezőgazdasági költségeket úgy szintén. És én örülök annak, hogy a magyar kormány jó időben elkötelezte magát a rezsijáraknak a csökkentése mellett, hiszen a 2010-es évek elején Magyarországon volt például az egyik legdrágább a gáz, az áram költség, és látszik, hogy ez a rezsi csökkentés, ez ma is működik, és biztonságot jelent a családoknak. Utána a kormány most nemrégiben döntött a benzin és dízelolaj árának a befagyasztásáról. Ez is egy olyan intézkedés, ami egy gyors alkalmazkodást szolgál. De hogyha a dolgok mélyére megyünk, akkor nyilván lehet prognosztizálni azt, hogy az energiaárak emelkedést azért el fog élni egy bizonyos szintet, nem tud korlátlanul emelkedni, mert az emberek visszafogják a fogyasztásukat. Van, aki takarékosabban, van, aki eddig is keveset fogyasztott, tehát nem tud különösebben takarékoskodni, de általában takarékosabban tudnak, más energiaforrásokat néznek, elhalasztanak cégek beruházásokat, és ezáltal tudnak takarékoskodni, és hogyha így kevesebb az igény, akkor utána az energiaárak is vissza fognak menni. Ez majd egy stabilizációs időszak lesz. Hát erről megosztanak a vélemények, hogy mire lehet számítani. De például a mezőgazdaságot nagy mértékben befolyásolja, hiszen a mezőgazdaság az egyik komoly energiafelhasználó. A élelmiszeriparról, a kereskedelmről nem is beszélve. Érintettük már az imént a rezsi kérdést. Ugye egyfajta rezsi krízis van mindenhol jelen Európában, a megnövekedett energiaköltségek miatt. Mi ennek a háttere, hogyan alakul ez Európában, és Magyarország kormánya hogyan segített és tud segíteni a magyar embereknek ebben? A dolog lényege az, hogy a szabadáros a háztartások részére biztosított energia, ott a napi ingadozásokat azonnal áthárítják a szolgáltatók a fogyasztóra. Tehát, hogyha energiatőzsdén nem emelkedik mondjuk a valamelyik áram, valamelyik energiahordozónak az ára, valamelyik energiafajtának az ára, akkor azonnal a fogyasztónál is emelkedik. Tehát nincs egy hatósági ára bekorlátozva. Magyarországon a MSZP idén végrehajtott privatizáció például 8%-os hasznot garantált a külföldi tulajdonú energia szolgáltatóknak. Tehát, hogyha emelkedett a energiaárak, ezt automatikusan áthárították, és így a profitjuk is növekedett. Most ehhez képest az a helyzet Magyarországon, hogy be van korlátozva az, hogy mennyi a energiára, mennyi lehet, és így nyilvánvaló, hogy ez a
szolgáltatókat is takarékosságra kényszeríti, nem tudják áthárítani direktben a költségeket. Hát Európában általában direktbe hárítják át, és most látszik, hogy Magyarország az egyik legalacsonyabb resi költségekkel dicsekedhet. A szabadpiaci terület, a vállalkozásoknak a terület az egy keményebb dió, ott nagyon nehéz beavatkozni, sőt valószínű, hogy egy közvetlen eszközökkel nem is lehet, ott inkább az a lehetőség van meg, hogyha egy ország saját maga tud például elektromos energiát előállítani, atomerőművi energiát, akkor azon keresztül meg tudja határozni azt, hogy milyenek legyenek az árak. De Magyarországnak nincs kőolajmező számottevő, Magyarországon nincsen vagy kőolajkitermelés, földgáz lehetőségünk is korlátozottak, tehát jó, közép és hosszú távú szerződéseket kell kötni azokkal a partnerekkel, ahonnan importálunk. Hát ez döntően Oroszország, ugye korábban a Szovjetunió, de hát erről a területről érkezik hozzánk a energiának továbbra is jelentős része. Térjünk át a mezőgazdaságra. Az aszályos időjárás a különlegesebb halfajoknak nem igazán kedvezett, de a pontyállományunk bőséges. Adódik a kérdés, hogy közeledik a karácsony, hogyan mutatkozhat meg esetleg az árakban mindez halterületen? Hát ilyenkor az emberek már egyre inkább készülnek a karácsonyra, és ez így van jól. Hát a hal is osztozik a többi élelmiszernek a sorsában. Tehát most az energiaáraknak a következtében az élelmiszerárak is elkezdtek emelkedni. Azt kevesen tudják, hogy mondjuk egy kiló hús úgy is kifejezhető, hogy 60-80%-a energiaköltség. És az érvényes a halra is. És érvényes valamennyi élelmiszerre, a kenyérre, a tejtermékekre, hogy a gépeknek a legyártásához használt energia, azoknak a működtetésére használt áram vagy dízelolaj, a szállítási költség, a tárolási, feldolgozási költség, ezek mind-mind jelentős részben ugye energiaköltségeket jelentenek. Tehát ez megjelenik a termékek árában, hogyha az energia elkezd növekedni, akkor mondjuk egy szállítási költség azonnal megjelenik az adott terméken, mert hát nem a halastóból, vagy nem a tehenészetből jutunk ugye halhúshoz, vagy húshoz, vagy tejhez közvetlenül. Tehát ez arra ösztönöz mindenkit, hogy próbálja olcsóbb beszerzési forrásokat keresni. Például, hogyha közvetlenül a termelőtől tudunk vásárolni, interneten tudunk rendelni, és az emelkedést azt nyilván valamilyen szinten ki lehet védeni. És az időjárás az nem csak a halászati ágazatra volt, az édesvízi haltermelésre volt kedvezőtlen hatással, hanem valamennyi területet sújtotta, bár eltérő mértékben a magyar mezőgazdaságon belül, mert egyes területeken volt eső, máshol nem volt, vagy kevesebb volt, és így a termés átlók is nagyon ingadoztak, különösen a kukoricánál. Nyilván az év mérlegét nehéz még megvonni, ezek hosszabb idők hozzá, mert az energiaár emelkedés mellett az afrikai sertéspest is hatása, illetve az, hogy a sertés piac nagyon hektikus volt, összeomlott a sertésnek az ára. A baromfi influenza is megjelent újra, és elkezdett pusztítani a magyar baromfi állományt. Ezek a hatások mind egyszerre jelentkeznek, és így egészen eredményes ágazatokra befolyásolnak, gyakran negatív irányba, tehát kedvezőtlen a hatásuk. Azért egy dolog biztos, hogy az ellátást sikerült megoldani. Magyarországon az élelmiszer termés, a mezőgazdaság biztosítja azt, hogy az összes alapvető élelmiszerből kellő mennyiség álljon rendelkezésre. Ez azért is fontos, mert az egész Európai Unióban 4-5 ilyen tagállam van csak. Általában a többség már importra szorul. És ezért kell bármilyen, akár környezetvédelminek álcázott, vagy természetvédelmi intézkedést, bármilyen pályázati konstrukciót alaposan megnézni, hogy magát a termelést azt tudjuk fenntartani, legyen fenntartható a termés, de az élelmiszer ellátást, az élelmezés biztonságát azt meg kell őrizni az országnak. És hát hogyha már a halról van szó, hát azért nemzeti eledelünk a halászé, a sült hal is nagyon kedvelt, kellő választékban áll rendelkezésre, de nyilván itt is azért a költségek növekedtek, nem mindegy az, hogy mondjuk fel annyi csapadék esik, az nem jó a szántóföldön, és ott is hiányzik, de nyilvánvaló, hogy tógazdaságokban is az a mennyiség hiányzik, azt oda kell szivattyúzni, azt biztosítani kell, gyakran hosszú csatorna rendszereken keresztül oldható meg a halastavak vízutánpótlása, de ebbe az irányba egyébként a kormányzati oldalról komoly lépések történtek. És aztán még emellett van a tengeri halaknak a kérdése, ahol azért hát komoly környezetterhelés jelent a halászat, és visszaesett már a fogás mennyisége,
Itt voltak viták amiatt, hogy a Nagy-Britannia kilépett az EU-ból, és ott a tengeri halászterületeknél is még azt hiszem, hogy lesznek utómunkálatok, mire le tudják határolni azt, hogy ki hol tud majd dolgozni. Ez azért fontos, látszólag távoli téma, de hogyha megnézzük a magyar halfogyasztás, ami olyan 4-5 kiló körül van, hát ezek becslések, annak körülbelül a fel az tengeri hal. A konzervek, a lazac, ezek mind tengeri halak. Térjünk át a térséget érintő kérdésekre. Épül az M4-es autóút. Mit lehet tudni a részletekről? Hol tart most a beruházás jelenleg? Karcak számára is nagyon fontos, hogy minél hamarabb elkészüljön a Szolnok északi elkerülő. Az átadás várható időpontja jövő év február-március, de aki arra jár, az láthatja, hogy folyamatosan a jelenlegi 4-es mellett található csomópontok kialakítása zajlik, sőt itt a Szajoli szakaszon a régi 4-esnek egy felújítása is történik. Hát ez az egyik legnagyobb autópálya beruházás. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy Üllőtől Szolnokig mintegy 70 kilométeres szakasz készült el a közelmúltban, és akkor ez a folytatása, tehát most Szolnok és Abony között tart ugye a pálya, ez a folytatása akkor ilyen 100 kilométeres nagyságrend lesz, tehát Karcagról egy olyan bő másfél óra alatt lehet majd fölérni Budapest. És akkor a következő lépés az, hogyha itt jövő év elején átadjuk az elkészült szakaszt, a Karcagot is magába foglaló Püspökladányig terjedő következő rész, ahol megvoltak az egyeztetések a önkormányzatokkal, parlamenti képviselőkkel, a gazdák szervezetével, a nyomvonalról, ezek lezárultak, tehát utána eldődött a startpisztoly ebben a szakaszban is, és valószínűleg még közelebb fog kerülni Budapesthez, illetve egyáltalán az autópálya hálózathoz. Ez nagy mértékben segíti majd a különböző kereskedelmi, munkavállalási, turisztikai kapcsolatokat, kapcsolattartást cégek között, és nyilván a lakosság számára is nagyon nagy előnyt fog jelenteni. Ahogy mondta a miniszter úr, nagy előnyt jelent majd ez a beruházás Karcag számára, az itt élők számára is, viszont a városban is több fejlesztés, beruházás van folyamatban, illetőleg készült el. Hogyan látja ezeket, miniszter úr? Hát a legkülönbözőbb műfajokban zajlanak ezek a beruházások. Szerintem a legfontosabb a munkahely. Munka van akkor, minden van, azt mondta Orbán Viktor miniszterelnök úr. És a kormányzati gazdaságpolitika összhangban a városfejlesztéssel, az önkormányzat által képviselt elképzelésekkel, az jól látható, eredményes. Hát az ipari parkban a Penny logisztikai bázisnak a megkétszerezése zajlik, ez közel 100 új munkahelyet jelent. Emellett egy ilyen hulladék újrahasznosító, poliuretánhab újrahasznosító üzem is épül, ez olyan 20-30 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. Napelempark készült el, ennek a beüzemelése folyamatban van. A szomszédos ingatlan az Agrosprintnek, Magyarország legnagyobb hűtőház vállalkozásának, amely zöldség-gyümölcs profilban dolgozik, a telephely bővítése zajlik, tehát ezen a területen 200-as nagyságrendű új munkahely, vagy lehet, hogy még több is fog létesülni, és mire az autópálya látótávolságban lesz, addigra további beruházások, fejlesztések is várhatóak. Tehát szerintem ez a leglényegesebb, de látható az, hogy a Rishántolómalomnál, régi Rishántolómalomnál, amely ugye már beüzemelte egy kukoricamalmot, ott a fő raktárnak a felújítása, egy szállodának a kialakítása megtörtént, illetve befejezéséhez közeledik. A városban a kerékpárútnak a építése az ütemesen haladt át, remélhetőleg az is a jövő évben már teljesen birtokba vehető, fogja szolgálni a közlekedést, és hát jó néhány más dolog is, egy kerékpáros ügyességi pálya a Erzsébetligetben szintén megkezdődött az építkezése, tehát én úgy látom, hogy jó irányba haladnak ezek a dolgok, és Karcag továbbra is a fejlődés városa. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!